Úgy látom, hogy sikerült megvalósítani a magyar lovastársadalom álmát. A nemzeti lovarda megújult, és én azt gondolom, hogy aki ide eljön, az láthatja, hogy mi mennyire komolyan vettük a nemzeti lovastratégiát, és azt gondolom, hogy ez egy olyan központja vagy ékszerdoboza lesz a magyar lovasoknak, a magyar lovastársadalomnak, ahol mindenki örömmel fog jönni. És ez az álom egyébként megvalósult. Tehát mindig azt mondom, hogy szerintem kell egy nagyot álmodni, és ott az álmot meg kell valósítani. És aki ide eljön, az most láthatja, hogy valójában mennyire fontos a magyar kormánynak, és mennyire fontos a lovasszövetségnek, hogy a lovasportot új alapokra helyezve egy olyan versenyközpontot hozzunk létre, ahova mindenki örömmel jön, és minden szakák, tehát a díjugratoktól kezdve, a díjlovasokig, mindenki, a bolt is, mindenki jól fogja magát itt érezni. Aki ide járt korábban, az láthatta, hogy valójában, ahol most vagyunk, a nagyfedeles, az hogy nézett ki. Világos lett, kinyitottuk, tehát ez egy teljesen más dimenzió, én azt gondolom, és itt a versenyzők nagyon jól fogják magukat érezni, és nagyon bízom benne, hogy azok a versenyek, amik megrendezésre kerülnek, azok olyanok lesznek, hogy mindenki viszi a jó hírét. Your good intentions are sweet and pure, but they can never tame a fire like yours. A talaj az ugye, meg nekünk az egész technológia, ez nem egy új technológia, tehát ezt mi ismerjük, a szabadtéri pályák is úgy készültek el, ahogy már ugye nekünk itt régen volt a szabadtéri pálya. Tehát én úgy gondolom, hogy lovas technológiai szempontból, tehát értem ez alatt a talajokat, a boxokat, a különböző pályakarbantartó eszközöket és minden egyebet, amit a lovasok kifejezetten ugye a lóval használnak, azok úgy gondolom, hogy maximálisan jól fognak működni. Bízunk benne, hogy majd a lovasoknak is ezt a szövények vélemény. Ain't no going back the way you look tonight. I see it in your eyes. Ugye mindig azt mondják, hogy lovas nemzet a magyar. Na most, hogyha lovas nemzet a magyar, akkor a sportnak kell egy olyan központ, ami a nemzeti lovarda. Ez egy szerencse, hogy most már a város közepében van, hiszen amikor ez épült, akkor még ez a város széle volt, ugye az omnibusz telep. Úgyhogy most már ez már a város közepe, és ide koncentrálódik majd a továbbképzések, edzőképzések és a legnagyobb versenyek Magyarországon. A díjugrató sportnak azt jelenti, hogy újra egy olyan kapcsolódás a világ díjugrató sportjával, amire föl lehet ülnünk és meg kell lovagolnunk stílszerűen, és én ezen nagyon örülök, és ezen fogunk dolgozni, hogy Magyarország és a magyar lovasport a nemzeti lovardán keresztül is egy megkerülhetetlen pont legyen. Megnéztem elsősorban az istállókat, ugye a lovas embernek a legfontosabb, hogy az istállók legyenek megfelelőek a lovaknak, megnéztem a pályákat, megnéztem a talajokat, és igazából abszolút minden igényt kielégítő minden. Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült egy ilyen létesítményt létrehozni, és úgy gondolom, hogy abszolút kulturált és teljesen a legmodernebb színvonalon van minden megcsinálva, és szerintem ez egy jó pár évig ki fogja szolgálni itt a lovasportot. Én örültem, mikor először megláttam ezt az új szép nemzeti lovardát. Ugye azért a gyerekkorom is ide tekint vissza, hogy azért gyerekként ide feljöttem, és itt nőttem fel. Ezeken a versenyeken versenyeztem. Nagyon jó látni, hogy ilyen nagy áldozattal, ilyen sok munkával milyen gyönyörű lovardát tudtak csinálni. Én úgy ítélem meg, hogy nagyon jól sikerült, nagyon szép lett. Remélem, hogy használva is be fog válni. Ugye elsősorban a versenyzés a fő cél, ugye itt az a legfontosabb, arra kell figyelni. Az infrastruktúra az meg egy másodlagos dolog, de természetesen nagyon boldog vagyok, hogy ilyen jó talajon, ilyen szép ugrások között versenyezhetek és itt lehetek. Fantasztikus, nagyon szépen köszönjük a lovas társadalom nevébe, hogy kaptuk ezt a gyönyörű ajándékot. Hát itt csodálatos lett minden, az istállók, a fedeles lovarda, a kinti pályák. Nehéz volt elképzelni, hogy ilyen szép lehet majd valóságban is, és hát ez ugyanolyan szép lett, amilyennek álmodtuk. Fantasztikus.
én ugye itt kezdtem versenyezni, amikor 13 éves voltam, igen, a régi körülmények között, majdan másfél évvel ezelőtt itt nyertük meg a csapattal ugye a záróversenyt, a Nemzetek Kupáját, ami egy fantasztikus élmény volt mindenkinek, a lovasok számára, az egész magyar nemzet számára, én úgy gondolom, és hát ez az új infrastruktúra, egy nagyon modern, a követelményeknek megfelelő lovarda lett, és örömmel jövünk mindig ide. Az akadályok német akadálypark lett, ugye ez egy nagyon-nagyon híres akadálypark, úgyhogy top minőség, a pályatalaja is nagyon jó, a kinti pályák is szuperek, és mi azt hittük, hogy majd nem lesz elég hely, ugye, mert azért a nemzeti lovarda területe nem olyan nagyon nagy, és mégis sikerült úgy megcsinálniuk a szervezőknek, hogy igenis van elég sok hely. Nagy élmény, hogy újra itt lehetünk, már nagyon hiányzott, nagyon tetszik minden, tetszik, ami munkát itt végeztek, és úgy gondolom, hogy egy pozitív élménnyel készülhetünk a világkupára. Igazából most fiatal lovakat hoztam, kicsit még úgy éreztem, hogy nézelődnek, ugye nagyon szép új akadálypark van, ugye kicsit még szokatlan volt a lovaimnak, de azért elégedett vagyok velük. Nehéz meghatottság nélkül szólni, gyerekkorom óta kötődöm ehhez a helyhez, nagyon sok emberrel. Azt hiszem ez egy közös álmunk, de talán mondhatom, hogy az egész lovas társadalomnak azért ez egy nagyon nagy pillanat, hogy megújulva tényleg egy ilyen több mint 100 éves intézmény a modern kor kihívásainak megfelelő tartalommal tudja a sportot szolgálni, és hát nyilván az állami segítség a legjobbkor jött és a legjobb formában.